Szervusz! Na, ma is jó napunk lesz, szépen süt a nap, úgyhogy vágjunk is bele. Van egy téma, ami ma felmerült, méghozzá így a mindennapok, meg az, hogy így a munkával kapcsolatosan mi a helyzet. Tehát belegondolunk, milyen könnyű munkát találni manapság. Csomó fiatal kijön az egyetemről, és csomó ideig bolyonganak, mire eljutnak odáig, hogy munkát találnak. Aztán a másik oldalt, ha megnézzük, hogy valaki már az idősebb korosztályhoz tartozik, eléri az 50-et például, akkor onnantól kezdve már nem annyira biztos, hogy őt akarják, hanem a fiatalabb generációt. De oké, tegyük fel, hogy sikeri munkát találni, meg minden. Úgy kezd fel, úgy indulsz munkába, minden nap, hogy hú, de jó basszus, mehetek most már végre dolgozni, nagyon király, úgy örülök neki. Így indul általában a legtöbb ember dolgozni. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem. Tehát elég felszállni a metróra, és körbenézni, amikor az emberek munkába mennek. És azért látod, hogy milyen közérzet van, amikor az emberek munkába készülnek. Szóval a lényeg az, hogy amikor munkába mész, akkor minden nap kicsattansz a jó kedvtől. Úgyhogy ilyenkor meg az a kérdés merül fel, hogy így akarod leélni az életedet. Szóval nem mennek a dolgok úgy, ahogy szeretnéd. És hát ami nagyon fontos az, hogy közben telik az életünk. Tehát az élet az nem áll meg, az megy tovább. Tehát van egy X időnk, és az idő az ketyeg. És érdemes felébredni, és kézbe venni az életedet. Azt tudjuk, hogy azért ez nem egy egyszerű dolog. Egyrészt ahhoz meg is kell állni. Viszont van itt valami, ami ebbe tud segíteni. A legtöbb embert például az üzletek nem érdeklik, inkább az érdekli, hogy mi az, ami jó lesz neki, és miért lesz jó neki. Hát ezen kívül meg, ami nagyon fontos szerepet játszik, az, hogy felkelünk, vannak gondolataink. És ezek a gondolataink, meg az, hogy valamire hogyan reagálunk, nagyon messze menő hatásai vannak. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyjából ennyit is akartam mondani, hogyha ez, amit így nagyjából most így mondtam, amiről beszéltem, ha ez így érdekes, akkor a lenti videót mindenképpen ajánlom. Szervusz!